Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! A reformátusok bizonyára már sokszor hallották tőlem, de akik nem reformátusok, azok is jó, hogyha tudnak róla, hogy mi kaptunk egy nagy segítséget ahhoz, hogy a Szentírást olvashassuk egész évben, hogy ne nekünk kelljen találgatni, ne nekünk kelljen keresgetni, hogy éppen mihez van emberi kedvünk, hogy olvassunk a Bibliából. Ez az úgynevezett bibliaolvasó kalauz, vagy vezérfonál, ami napi szinten ad számunkra olvasnivalót. Ó és új szövetségből. És azért mondom, hogy a református testvérek már sokszor hallották tőlem, hogy hát ez a mai napi ige. Pontosabban, amit most hallottatok, az az ószövetségi napi igék sorából, ami Jákobbal foglalkozik, az egyik, ez a 32. fejezetnek a vége. Megvallom nektek őszintén, nem tudom, hogy voltak vele, akik itt hallgatták, hogy néha az az érzésünk, hogy hát ezeknek a régi történeteknek vajon mi köze van a mi életünkhöz. Én is így vagyok sokszor a bibliai igékkel, különösen az ószövetségi igékkel, különösen is azokkal a történetekkel, amelyek én úgy érzem, hogy hát ez a zsidóság történetéről szól, ehhez nekünk mi közünk. De mindig eszembe jut az, ami meg van írva a római levélben, mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg. Hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Tehát, hogy valami okkal van a Bibliában, és 2022-ben itt Karcagon, ebben a református nagytemplomban is van oka vagy értelme, ezt a meglehetősen archaikus, meglehetősen régies, meglehetősen bonyolult történetet felolvasni. El is árulom önöknek, nektek, hogy miért. Azért, mert valami olyasmi van itt leírva a lélektannal foglalkozók szinte örvendezve nézik ezeket a történeteket, mert ezek a 3700 éves leírt történetek, Jákob története, az bizony olyan lelki folyamatokat ír le, és nagyon őszintén, amiből ma, hiszen a lélek ugyanaz, ma ugyanúgy lehet tanulni. A mi lelki fejlődésünknek az egyik lehetősége ez a történet. Az igénynek a főszereplőjét úgy hívják, hogy Jákob. A jelenlévő diákoknak, ha föltenném ezt a kérdést, nem tudom, hányan tudnák, hogy mit jelent Jákob neve. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez lenne az én nevem, nem lennék annyira nyugodt, mert hogy azt jelenti, hogy csaló. Meg is dolgozott ezért a névért, egyébként ez a Jákob, mert akik ismerik a bibliai történeteket, tudják, hogy méltó volt a nevére Jákob. Valóban egy igazi, furmányos, hátulról kis trükkökkel dolgozó volt gyermekkorától. Egy igazi csaló, egy minősített csaló. Csak gondoljunk arra, miket csinált. Ha valaki jó szemmel rendelkezik, akkor látja, hogy itt a kivetítőn, ott a jobb felső részben van egy kép, ahol két férfi van. Ez a történet, ez az Iker testvérével, de az idősebb Iker testvérrel, Ézsóval való próbálkozásának és cselvetésének a kiábrázolása. Mert abban az időben, még egyszer mondom, 3700 évvel ezelőtt, az első szülöttségi jog az mind családi, mind pedig anyagi szempontból óriási előnyt jelentett. A családjog ugyanis azt mondja, hogy az első szülött lesz a család fő. És akkoriban nem 3-4 fős volt egy család, hanem 100. Mert benne voltak
az unokatestvérek, a szolgák, a szolgáknak a családtagjai. Most gondoljuk el, 100-150 embernek egy ember parancsolt. Ez volt, aki az első szülöttségi jogot megkapta. És hát Jákob legnagyobb bánatára néhány perccel idősebb volt Ézsó. És úgy gondolta, hogy meg kell szerezze. És nagyon furmányos módon javaslom, hogy olvassák el, ha nem ismerik, bizony elcsente az első szülöttségi jogot Ézsótól.